Az időzítés az, ami rendkívül fontos. Nyilván, amikor ja, 131 pontos, hoppá. Szia. Tehát látjátok, ez a legfontosabb, és egy mester tudja azt, hogy mikor van itt az ideje a támadásnak, mikor van itt az ideje a védekezésnek. És igazából ez az időzítés az, ami téged jó játékossá tesz. Az időzítés. Az, hogy pontosan mikor van itt az ideje egy tervnek. Ez a legfontosabb, én szerintem, az amőbában, és az egyik legfontosabb dolog. Jó, hú, de belehúzott a kör. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Jó. 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 Hát ez szerintem, aha. Ezt megnyertük, aha. Ezt megnyertük. Itt? Igen, ezt vittük. Ugye most itt a fenyegetés, F2J5-ön. Az előző partit azt sajnálom. Igazából, igen, ezt megnyerte az X. Én szerintem. Igen. Jó, tehát ugye még egyszer, a legfontosabb az amőbában az időzítés, és igazából ugye sokaknak emiatt azt a gyere be, rózsám. Hoppá. Na, ez vajon mi akar lenni? Azt a... Hát persze, hogy ezt meg is kell gondoljam. Jó. Húha, az durva lenne, ha most kikapnék. Hát most az X ugye jobban áll. Kérdés az, hogy most a kör tud-e ötösökkel fenyegetést kihozni. Ugye J6, védenem kell... Utána H5, de nem. Aha, ez rosszabb volt. Igen. Hát ez most... Ez egy kicsikét érdekes. Kicsikét érdekes. Jó, nézzük meg, mit csinál egy ilyenre. Ugye most itt a fenyegetés, de ezt nyilván látni fogja. F3-on. Igen. Tehát látjátok, nem szabad, túl passzívnak lenni sem X-szel, sem körrel, mert az egyszerűen nem vezet jóra. Azt mondja, hogy itt. Hú, de nem érzem magam formába. Itt. Na, ravaszkodjunk egyet. Jó, ravaszkodjunk egyet. Jó. Igen. Itt. Fú, basszus kulcs. Igen, most ez ugye azért kellett, mert itt megkockáztatom, hogy a kör majdnem, hogy jobban áll, basszus. Igen. Jó. Itt. Jó, nyertünk. Nem nyerheti. Vagy nem. De elvileg nyertünk. Igen. Elvileg ezt megnyertem. De most már nem merem basszus elkiabálni. Jó. Ezt megnyertük. Utána L2, L4 és K5-re nyertünk. De az sehoz képest, hogy az ellenfelünk 131 pontos, eléggé megizzasztott.
Igen, itt. Hopsz, ezt elcsesz szerint. Ja nem. Vagy de? Hú, basszus. Igen. Na most ezt itt észre fogja venni K5-ön, és ezzel oda ezzel ennek a szép K5-ös tervnek, ugye ez lett volna itt a tervem, de ennek most lőttek, tehát az L4-es tervemnek lőttek. Aha. Hát igen, látjátok, srácok, nem szabad, hogy az ember figyelme lankadjon, akkor is, ha esetleg bármilyen jelvényű vagy pontszámú játékossal játszom, mert akkor esetleg így járhat. Tehát látjátok, az időzítés rendkívül fontos. Most szerintem most sikerült ennek demonstrálnom az ellenkezőjét, vagy na, jó, hát ez kötelező. Jó. Húha. Hát itt nem akarok semmit sem adni. Ugye még ez az E4 lépés lehet ijesztő, de én itt nem adnék az ellenfélnek semmit. Jó, hát ezt itt védjük le, de ja, ez a kicsit az E4, igen. Júj, hát ilyeneket nem kéne bekapjak. Nem tudom, hogy mi lehet velem. Nem tudom, hogy mi lehet velem. Ilyeneket azért nem kellene, hogy bekapjak. Jó, nyilván itt ugye J10, H11 a fenyegetés. Jó. Tehát látjátok, tudni kell, hogy mikor kell védekezni, erről beszéltem, mikor kell védekezni, mikor kell támadni. Most én itt rá vagyok, te Jézus Krisztus, juhú! Basszus, de jó, hogy ki tudom védeni. Itt ugye E7-re nem nyerés. Azt a durva! Nagyon jó, hogy ugye most itt D8-on ki kell védeni, és akkor itt ugye, ja, hát ezzel is ugye ki tudnám védeni F9-en, mert ezt itt kellene védeni. Azt a durva, azt hittem kikapok. Ez nagyon durva. Halljátok, srácok, ez nagyon durva. Ez nagyon durvának találom ezt. Húha. Sőt. Húha. Most egy ilyet kell tennem. Szerintem egy ilyet, hogy itt ennek elvegyem a lehetőségét. Ugye most itt kell védeni, és nekem ugye most F9, majd H11-re kötelező, és nagyon remélem, hogy nem vesztettem, de vesztettem. Fú, srácok, ezt nem gondoltam volna. Ezt nem gondoltam volna. Elcsesztem, tehát ezt ki kellett volna itt védeni. Látjátok, most itt kötelező itt védeni, és rá fog jönni, hogy itt nyert. És ez döbbenet. Azta! Kurva életbe! Jó, hát ezt most véletlenül elcsicsentettük. Nem, úgy látszik, hogy ma nem vagyok formában. Na, tessék, rakja be. Ezt elcsicsentettük. Na, mi van? Na? Jó, hát D6-ra feladom, vagy D10-re, de most mi van? Jó. Oké, nézzünk akkor egy visszavágót. Tehát látjuk az időzítést, most nagyon figyelek, megpróbálok nyerni. Jó. Azt mondja, hogy... Jó. Tehát látjátok, aktívnak kell lenni körrel. Ez mi a bánat? Ez mi a pokol tüze? Ez mi? Hát ezt a kezdést játszom, amőbázok egy ideje, ezt a kezdést életemben nem láttam.
Mi ez? Basszus, hát ez mi? Ez program? Ez program, vagy ezt így kihozta? Ez mi? Ez micsoda srác? Most ide fogta. Atya ég! Na most ez vagy program, vagy ő játszik nagyon jól. Ez... És megint nyert. Ez egyszerűen döbbenetes. És ugye ezt itt kell védjem. Húha! Tehát ez valami döbbenet. Ezt egy 131 pontos látja, az nem létezik. Az nem, az egyszerűen kizárt dolog. Ez döbbenet, srácok. Ez döbbenet. De most itt a fenyegetés. Itt. Fúha. Ez gyerekek. Na, erre. Igen. Hát ezt muszáj védjem, mondjuk. Védjük, mondjuk. De itt sem jó, muszáj, hogy itt védjem. De ez nem tudom. Ő biztos, hogy nem 131 pontos, vagy ez... Hát, én nem szoktam, nem szeretek vádaskodni, vagy valami, de ez nagyon erős. Tehát ez egy 131 pontosnak, ez túl erős. Ez túl erős, ez 131 pontosnak. Hát alig bírom basszus kivédeni. Hát ezt itt kell, mert itt. Ez, így gyanakszom arra, hogy ez program lesz. Nézzétek, periódikusság. Ez periódikusság, vagy én nem tudom, hogy mit csinál, de ez, srácok, ezt nem tudom, hogy ezt, aki előre tudja látni. Aha. Vagy nem tudom, lehet, hogy én nem pihentem ki magam tegnap. De ez nagyon durva. Ez egyszerűen, ez annyira durva ez a kezdés, hogy erre nem is tudok mit mondani. És látjátok, időbe telik, hogy az N4-et is észrevegye, nem tette oda azonnal. Ez program lesz. Nem szeretek vádaskodni, de eleve az egész kezdés az rendkívül furcsa. Tehát annyira erős kezdést húzott meg, hogy mesterek nem húzzák meg, én nem tudom. Hát... Jó, hát védjük ki. Most állítom, hogy az X itt nyert. Tehát egyszerűen ezen az átlón a 11. soron olyan helyzetei vannak, és itt is az X-el, tehát itt is fenn az X-el, és... Ez mi? De miért? Srácok, esküszöm, hogy én nem értem, hogy miért tesz oda. Ja, hogy itt és ezt építi tovább. Ezt építi tovább. Mi a franc ez? Hát én most C9-re tennék, de... Mi a pokol tüze ez? És periódikusság, és nézzétek, 15 másodpercet. Hát ez ő vagy nagyon erős, és minimum mesterszinten van, vagy program lesz, de ez nagyon furcsa. Jó, és ez nekem nem is nyerés.
Azt a... Ja, hogy ez nekem nem nyerés. Akkor itt viszont szerintem nyertünk. Igen. Nem tudom, srácok, hogy ez program, mert elvileg E8-ra egyenlítünk. Nyilván nem szeretnék senkit sem megvádolni alaptalanul, de most itt támad. De látjátok, itt van az, amikor nem szabad védekezni ész nélkül, tehát erről beszéltem a mai videóban. Ez a mai videó témája, tudni kell, mikor kell támadni. Most a körnek nyerése van E8-ra. Jó, erre most már kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy E8-ra nyereke vagy sem. Elvileg, ugye, vagy nem? Igen. Lent kell védeni. Igen. És nincs nyerésem E8-ra. Mi a bánatos? Mi a bánatos? Ez micsoda? Húha. Hát akkor itt most támadunk. Itt, látjátok, itt most be kell áldozzam az elég jó helyzetemet, különben basszus vesztek. És látjátok, ezen is gondolkodik, tehát az F7-es nyilvánvaló lépésen azt a rohadt, tehát ez biztos, hogy program, mert olyan lépései vannak, és látjátok, ezt se tudtam kihozni, pedig itt nyert helyzetem lett volna ember ellen, és már 22 másodperce gondolkodik. Ez nagyon gyanús nekem. Ez nagyon gyanús. És ráadásul az első partiba le tudott győzni 131 ponttal. Itt nagyon erősen gyanakszom a programra, sajnos, azt kell, hogy mondjam. És látjátok, mennyi idő, amíg ezt észrevette? Most lássuk, hogy ez mennyi idő, amíg észreveszi. Tehát látjátok, én rögtön ide, ez program lesz. Ez program lesz. Ez program. Ez program. Tehát most látok, srácok, élőben egy programot, mert egyszer nem látja, hogy A12 egy amatőr észrevenné. Oda is írom, ez program. Hát ez nem. Tehát most A12 mit nem lehet észrevenni? Tehát ez program, utána C12. Ez biztos, hogy program. Ez biztos, hogy program, és akkor utána nekem itt ezt az átlót le kell védeni. Hú, és ráadásul az X-nek olyan helyzetei vannak, hogy csak nézek. Hogy egyszerűen csak nézek. Tehát most itt le kell védeni. Látjátok? Itt, és itt a nyilvánvaló, és nyilván ezt már ő is látja. Tehát ezt például észreveszi. Most például nekem muszáj ide tenni, hogy ezt az átlót itt levédjem. Húha. Vagy ide. Hú. Srácok, az a helyzet, hogy egy mester nem játszik így. Tehát mester nem tud így játszani, akkor most már értem, hogy miért kaptam ki ellene. De ez biztos, hogy program. Ez biztos, hogy program. Itt kell védekezzem, ezen az átlón, a C7F4 átlón különben nyer. És mindeközben hatalmas helyzete van a 12. soron, 12. 10. soron fenn. Úgyhogy ez itt nagyon erősen gyanakszom arra, srácok, hogy ez program. Tehát itt én szerintem ez egy program lesz. Jó, és nézzétek is, azonnal ide tett. Tehát érdekes, hogy ugye így védi egy 131 pontostól, hát nem tudom. Nem tudom. És most ugye ezt kell itt blokáljam. Jó, ezt itt kell kivédeni. Ezt meg itt kell kivédeni. És látjátok, ezt sem veszi észre. Tehát az A6-tal egyszerűen nem veszi észre, hogy A6-on fenyegetek és gondolkodik rajta. Akkor ezért tudott elsőnek megverni. Ez nekem nagyon, nagyon, nagyon gyanús. Tehát egy 131 pontos. Bocsát, nem akarok megbántani senkit. Nem akarok megbántani senkit, de egy 131 pontosnak nem szabadna, hogy ilyen szinten tudja magát tartani ellenem, ez biztos, hogy program. Tehát látjátok, nem vesz észre a hatot, és a haton a nyilvánvaló nyerés. Hát akkor ezért vesztek. Tessék, és akkor most észrevette a hatot, hát gratulálok, jó.
Jó. És őrült erős támadásokkal. Jó, hát ezt most nekem itt ki kell védeni, itt, D6-on. Különben katasztrófa. D6, és most itt kezdhet el támadni. H12, K10, L, nem. Ez mi? Hú, látjátok, egyszerre támad G4-re és J5-re. Ez program lesz, ez program. Hát srácok, ezt nagyon sajnálom. Itt most egyet itt kell védjek, hogy látjátok, na látjátok, erről beszéltem, most kell a körrel a hármassal védeni, hogy itt ezt a G12 stb. Fenyegetést ki tudjam védeni, de tehát látjátok, most aktívnak kell lennem, különben itt kockáztatom később, hogy miután ezt kivédem, és látjátok, itt a sima hármas, és ezt sem védi ki rögtön. Tehát akkor azért tudott először, hát vagy elsőre itt volt az, amikor ebben néztem egy négyest. És látjátok, ezen is egy csomót gondolkodik, holott ezt egyértelmű, hogy fent kell védeni, és vesztettem. Ezt fentvédi, és vesztettem, basszus. Ezt elcsesztem. Fentvédi, dupla hármas, utána meg itt nyert. És látjátok, mennyit gondolkodik rajta? Tehát ez biztos, hogy program. Ez sajnos, srácok, biztos, hogy program, mert ennyit gondolkodik rajta. Igen, fent védi, és itt a fenyegetés, utána meg ezt nem tudom kivédeni. Hát esetleg itt ezt a négyest itt levédeni, meg itt, de ez program lesz, addig éljek. Ez biztos, hogy program. Ez döbbenet, tehát hogy ellenem már most már állandóan programot vetnek be, és látjátok, periódikusság. Periódikusság tökéletes. Nem tesz azonnal, hanem gondolkodik egy 25, most már 25, 26 másodperceket, vagy fél perceket, és lép egy írtó erőset. Ez biztos, hogy program. Ez biztos, hogy program, mert itt egyébként most már szerintem, hát szerintem nyerése is van. Tehát én J5-re tennék, most itt én J5-re tennék, ez biztos, hogy nyerés az X-nek. Tehát ezt már nem tudom kivédeni. Nem tudom kivédeni. Hiába blokkáltam le itt a négyest, és egyszerűen nem lépi meg, hanem gondolkodik. De mondtam, látjátok, mondom, J5. Ezt mondtam én is. És akkor még itt is fenyegethet, hát... Jó, és akkor most nézzük meg, hogy mennyi idő alatt jön rá a G3 lépésre azonnal. Ennyi. G3. Ja, és akkor majd most itt lehet egy helyzetem, de ezt meg el fogja blokkálni H3-mal. Igen, tehát most itt lehet helyzetem, de ez biztos, hogy program. Hopsz, most itt nyertünk. Oké, látjátok? Látjátok, itt nyertünk K5-re, és ezt mondtam, hogy a program ezt nem látta. Tehát a program ezt nem látta azért, mert már annyira kevés volt az ideje, túl gyorsan tett, és elképzelhető, hogy elrontotta a programnak a lépését, és akkor elsőre ezért tudott megverni. Ezért tudott megverni, ez biztos, hogy program volt. Ez biztos, hogy program volt. Jó, srácok, én köszöntöm is szépen a figyelmet. Iratkozzatok fel, kérlek, lájkoljátok a videót, és akkor találkozunk a következő videóban. Világos voltam. Sziasztok!